Kellemes időtöltés nektek, sziasztok! Hát mi úgy döntöttük most itt a fiúk, a lányok, a srácokkal, hogy árnyátékot fogunk játszani. Remélhetőleg ez a bemutató tetszeni fog nektek. Félretelve a viccet, komolyra fordítva, koncertom van velünk, látjátok, és egy oroszlán előtt karmolászik együtt közösen ugye vele, és viszont az autó, amit megnéznénk, hogy térjünk konkrétan a tárgyra, az pedig egy Peugeot partner lesz, egy EHDi dízelmotoros, aktív és ugye szekvenciális automata váltóval rendelkező darab, ami igen ritka, mondhatni nem is nagyon találtok a piacon. Nekünk van egy ilyen nagyon jó kis szuperautónk. Vezetett szervizkönyves, mint látjátok, és egy pont egy évvel ezelőtt volt különben 122 000-nél szervizelve a jármű. A motorja, ugye ez az EHDi, hát ugye ezt mondom, arra akar itt utalni, hogy ugye egy Start-Stop rendszerű ez a dízel motor, és akkor így környezetbarátabban közlekedik ugye az ember, aki ugye nem gyalog jár, vagy nem lovon jár. Az autónkban ezen kívül még ugye a parkradar van, kikapcsolható, és a menet stabilizátor is kikapcsolható benne. És akkor nézegessük meg, hogy itt a szekvenciás váltót hogy lehet kezelni. Egyszer itt a két kezünkkel lehet váltogatni oda-vissza. Ezt megfelelő pozícióval rakva, ezt a kis karikát látjátok, nyomom a féket, akkor ugye lehet tenni egy ilyen R betű fokozatba, azaz hátramenet, ott meg is jelenik ugye a műszerfalon az R betű, és ha kicsit rálépek a gázra, akkor az autónk ugye, ha nem lenne behúzva a kézifék, már pedig nem be van ugye, akkor ugye látható, hogy szépen megy hátrafelé. Aztán utána átkapcsoljuk egy ilyen üresbe, tehát itt lehet ugye indítani, aztán van egy automata fokozat, meg is jelenik az egyesnél az autó felirat, és utána átteszük egy ilyen manuálba, én elforgattam, akkor már csak az egyes jelenik meg, és innentől kezdve tudjuk mi rakosgatni a sebességi fokozatokat oda-vissza, persze csak észszerű határokon belül enged minket ezzel dolgozni. Visszateszek az N-es fokozat, és lehúzom a kéziféket. Láthatólag 135 000 km futású autót nézegetünk, és tempomatos is, tehát meg is jelent fönt a tempomat jel. Nem csak tempomatot lehet kapcsolni, hanem sebességlimitet is lehet. Most ez a legalacsonyabb fokozata ugye, tehát sebességlimites és tempomatos, tehát jól felszerelt a darabunk. Ezen kívül, amit látható még, ugye van egy bordkomputerünk, innen tudjátok nyomogatni ezzel a dupla nyilassal, ott fönt látható, hogy mennyi kilométer tudunk ugye elmenni az autóval, és a rádió kijelzője is ugye ott jelenik meg, itt pedig össze tudjuk dugni a ketyeréinket a gyári rádióval. Manuális klíma van itt a középkonzolon, két darab elektromos ablak jobbra-balra, és ugye centrál zárral tudjuk magunkra zárni az ajtót. A középső könyöktámasz külön-külön kezelhető, 2 darab van belőle, és ezen kívül van itt egy ilyen nagy-nagy rész, ide lehet beledobálni mindenféle dolgokat, amik nem gurulnak ki belőle, pohártartó, de van hozzá egy jó nagy ilyen műanyag valami, amiben van tárolórekesz, és abba is lehet rakosgatni, hát ilyen könyöktámaszszerű sztori van még itt hozzá rakva. Ide tettem egyik autóra rá, azt bele fogjuk oda szépen tenni. Az ülései hibátlanak, szépek, mutatósak, élmény beleülni, jó kis formailag jó kialakított darab. Hátsó ajtónk, az egy tolóajtós verzió, tehát két hátsó ajtó tolóajtós, izofixes és összehajtható ülésekkel rendelkezik, olyannyira, hogy le lehet hajtani, meg vissza is, össze is lehet még tovább is hajtogatni az üléseit. Oldal légzsákos, elől légzsákos és függöny légzsákos. És amit kihagytam, innen hátulról jobban meg tudjuk mutatni, itt fönn van ilyen kis pakolós rész, ilyen kis polc, ide tudjuk tenni az értékeinket. Például, ha valakinek van egy Feri és Peti bábúja, illetve kollégája, az például oda tudja tenni azt is, és akkor mindig kéznél van, ha esetleg szükség van rá, és éppen valaki gyorsan bábozni szeretne menet közben. Ezen kívül láthatjátok, hogy fekete színű ez a járgány, méghozzá egy ilyen kis lak fekete színű, zöld üvegei vannak, ezek gyáriak, és egy nagy felnyíló kötődik ajtaja, ami alá be lehet állni. Annyira fölnyílik, ráadásul tényleg megvéd minket az esőtől, fölhajlik ide, le tudunk ülni, be tudjuk pakolni, még ide egy rekesz sört bele tudtok tenni, ide egy biciklit, ha lehajtjátok az ülést, le lehet ide ülni szépen alá, és lehet horgászni, és nem ázunk meg. Persze itt nincs tó nálunk sajnos, így én ezt nem tudom megtenni, viszont azt meg tudom tenni, hogy összehajtogatom ezt a hátsó kalaptartót, mert ezt ilyen módon lehet használni. Van egy szőnyeggarnitúrán, kötelező tartozik, és egy esernyő, Ha esetleg lecsuknátok ezt a hátsó ajtót, és például esik az eső, akkor rögtön lehet használni ezt a részt is. Tolató szenzorjai vannak, ugye ezt mutattuk, hogy kikapcsolható ugye, tehát aki akarja, az pittyegteti, aki akarja, pedig nem. Lámpatestei épek, szépek, üvegezéssel rendben van, és a motorját is azért nézzük meg, remélhetőleg ki tudom nyitni. Jól el van ide rejtve, egy ilyen kis sárga valami, de én ezt nem látom, csak innen. Ugye, hogy szépen jár? Föl van töltve, megfelelő folyadékszinttel. Én azt gondolom, hogy itt nincs mit nagyon nézegetnünk, hallgatni lehet, hogy jaj, de jó, milyen jó hangja van, de egy idő után azt gondoljuk, hogy hagyjuk ezt, inkább menjünk el valahová, például ide az M3 Autóparkba lehet elmenni, és meg lehet nézegetni ezt a Peugeot Tipit, ami egy jó kis családbarát autó, nagyon jó kis Start-Stop rendszerű motorra és szekvenciális automata váltóval van ellátva a kényelem kedvéért. Köszönöm, hogyha nyomtak egy ilyen jelet a videónk végére, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, remélhetőleg találtak nálunk megfelelő autót mindig. A viszontlátásra!